Jó estét szeretnék kívánni mindenkinek. Hát találkoztunk ma este is újra a párbeszéd, a közös beszélgetésnek a jegyében. Július 4-e van vasárnap, és az átállt új időpontban értékeljük a hetet. Bízom benne, hogy ma is tartalmas beszélgetésben lehet mindannyiunknak része. Ehhez arra van szükség, hogy önök is írjanak. Köszönjenek be, írjanak, jelezzenek, honnan vannak, hogy látják, melyik téma, illetve akár tegyenek fel kérdéseket, mert most újra ide visszaszorultam a lányaim szobájában, és így most könnyen elérem a telefonomat, tehát könnyebben tudom pörgetni az üzeneteket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vannak, osszák meg ezt a videót, és persze önök tudják jól, amit kértem, hogy a kedvenc kategóriára tegyék át a követést, mert akkor azonnal fognak értesülni. Ugye ezt már elmondtam többször, hogy itt ugye ki kell választani az első csoportot, és ha ez a csillag megjelenik, ami itt látható, akkor igazából az értesítéseket időben meg fogják kapni. Tehát az a kérésem, hogy állítsák át a kedvencre, tehát a csillagra, a követésről, hogy a Facebook algoritmusa is jobban tudja hát elérni, illetve önöknek eljutatni az üzeneteket. És persze a héten még egy másik dolog van, ugyancsak önöknek, önök közül sokaknak köszönök, akik új követők, felmentünk 63 ezer fölé, tehát nagyon sok, tehát nem csökkent. Ugye nagyon sok esetben általában a Facebook oldalakkal az van, hogy ha a tartalom nem olyan, akkor az emberek elfordulnak. Hát ezen az oldalon úgy néz ki, hogy nagyon sokan jöttek, újak is, és több mint 63 ezeren vagyunk most már, akik együtt gondolkodunk. Sokan kérdezték ezt a hétvégi értékelőt, miért tartom, van-e értelme, uborka szezon van, ugye mindenki elment szabadság. Azt gondolom, hogy nagyon jó egy helyen látni és egy helyen megbeszélni a dolgokat, de tényleg az a kérésem, hogy írjanak, jelezzenek, lájkoljanak. Tehát, hogyha önök nem írnak, nekem nagyon nehéz felkészülni, nagyon nehéz rákészülni. És hát az első dolog, amit el szeretnék mondani, köszöntöm közben Szántó Tündét, Barabás Kincsőt, Svédországból. Lehet utazni Svédországból, Kincső, hisz Anglián kívül zöld Európa, Románia számára. Tamás Ilonkát köszöntöm, Tóth Istvánt köszöntöm. Kérem írjanak, mert többekhez eljutunk, illetve több véleményt, és soha senkit ugye örökké azt mondtam, hogy övön felül, hogyha van a negatív vélemény is, akkor szívesen fogadom. Tehát ne tekintsenek úgy, hogy a negatív dolgot nekem nem lehet, el lehet mondani, csak el kell mondani tisztességesen, és ilyen szempontból írjanak. Tehát nagyon fontos, hogy írjanak. Köszöntöm Csomagfalvi falustársamat, Enikőt, Karácsony Irént. Másként azért késtem, mert ma tartottuk meg édesapámnak a születésnapját, és hát igaz, még a sógorom itt van, de elnézést kértem tőlük, és kicsit késve is, de itt vagyok önökkel együtt. Lehet ez a mai pont, a mai esemény kicsit a legkisebb lányomat, úgymond, hát megterhelte, úgyhogy ha közben még fognak hallani gyerek sírást, elnézést kérek, de ma itt egész nap vendégkeskedés volt, sokan voltak, adrenalin volt, jó volt együtt lenni a családnak, és mindenkinek azt kívánom, hogy tudjon jelen lenni a család fontosabb ünnepein. Ami egyik legfontosabb dolog, hogy augusztus 22-én még használhatók a régi oltási igazolványok. Tehát egyik Bimbi Éva, Rádui Erzsébet, Kincs, Cses, mindenkit köszöntök. Németországból is Monika. Tehát azok a papírok, ami nekem is van, és én is azt használtam, most voltam a héten Brüsszelben, augusztus 12-ig érvényesek. Tehát ez a nagyon fontos dolog, hogy az oltási papír augusztus 12-ig érvényes. Ezt mondta Andrej Bajcsú államtitkár, és ki kell cserélni, fel kell iratkozni, úgymond nem kell cserélni, hanem rá kell iratkozni. Köszönöm Szabó Ivának, és Bartal is, Enikőnek is, Szabó Kingának, Tóth Istvánnak. Tóth Istvánnak mondom, hogy tehát szükséges, tehát augusztus 12-ig lehet használni a határátkelésnél a régi papírokat, és elsejítő csütörtöktől a Covid igazolvány elérhető. Én is
egyből az első naptól, július 1-én feliratkoztam, pont azért, hogy tudjam önöknek elmondani, hogy ez hogy működik. Közben az én a kérésem a kollégáim felé, hogyha valaki követ, küldje nekem WhatsAppon, hogy tudjam megmutatni a kódomat. Ezt nem elfelejtem előkészíteni, de itt van a telefonom. És tehát a certifikát-covid.gov.ro oldalon kell feliratkozni, és egy QR kód érkezik meg, nekem is az érkezett meg. Hát lássuk, hogy ha véletlenül itt van, nincs itt. Csak gondoltam, na, de be fogom tenni alul, hogy hogy néz ki az én kommentbe QR kódom. És az oltás igazolvány, tehát a Covid-ból való kigyógyulást igazol dokumentum, illetve tehát a PCR tesztő számított 180 napig, a negatív PCR tesztet igazoló tanúsítvány 72 óráig érvényes. Tehát ugye itt van, aki átesett, és aki még nem esett át, de PCR teszt. Tehát igazából lehet ezt kérni PCR teszt mentén is. Tehát ugye sokan vannak, akik nem kívánják magukat beoltatni. Máskülönben nagyobbik lányommal voltam Brüsszelben, és habár ő 13 éves, de nem hajlandó, vagy legalábbis azt mondta, hogy értsen meg, hogy nem, akkor nem. Tehát tudom, hogy most az a divat a politikus kollégák körében, meg mindenhol, hogy hát ha kell a saját családunkat is ledaráljuk, de én ezt nem tudom vállalni, tehát szeretném jelezni, nálunk ez nincs. És PCR teszttel utaztunk, és az rendben volt. Annyi a hátránya a PCR tesztnek, hogy 72 órát érvényes. És akkor 72 órára kapnak majd QR kódos igazolást. Tehát augusztus 12-ig még érvényesek. Itt alul be fogom tenni, akár közben, akár a végén, hogy kell letölteni. Magyar nyelven megcsinálták a kollégáim. Köszönöm szépen a segítséget. Azért, mert nagyon sokakat érint ez a digitális igazolványnak az ügye. Közben kérném kolléganőmet, Szidóniát, hogy Tündét kérje és küldje el nekem, ha esetleg még zavarhatjuk, mutassa meg a QR kódos rendszert, hogy hogy működik. Jó, a héten, ahogy mondtam, Brüsszelben voltam 3 napot, és nagyon fontos egyeztetés volt, és itt a medvekérdés. Tehát a medvekérdés volt az egyik legfontosabb dolog, amire elmentem Brüsszelben, mert a bizottság alelnöke, tehát úgymond mi nálunk, ahogy van Kelemen Hunor, szövetségi elnök, miniszterelnök helyettesként a román kormányban, Maros Efkovic, az Európai Bizottság alelnöke, és ő foglalkozik azzal, hogy mit csináljon a bizottság. Hát azt mondtam, a bizottság foglalkozom azzal, hogy Romániában baj van. Romániában nagy baj van, mert nincsenek betartva az Európai Uniós irányelvek, többek között az élővilág, a habitat irányelv, mert a 14-16-os cikke egyértelműen az emberi élet az integritását, az egészségét, biztonságát írja elő, és e tekintetben Románia megbukott. Ma is jobban tegnap reggel 9 órak ugye Tölgyesen volt egy súlyos baleset, ahol támadás volt. Tehát Románia nap mint nap megbukik, és várunk, és hallgatunk. Nem értem, hogy miért. Tehát Brüsszelben nincsen semmiféle dolog, és tehát csak gondolkoztam, Miklós Hajnalka fogok válaszolni, mert Németországon keresztül mentem, és jöttem. Jobb Ausztrián keresztül mentem bécsi átszállásra, illetve hazafelé jöttem német frankfurti átszállásra. Tehát ezért beszélgettünk, tehát azt kívántam elmondani, hogy nincs rendben. Nincs rendben, hogy Romániában minden nap történnek támadások, balesetek, az emberek tízesével el sem tudják hinni, hogy hányan írnak nekem Messengeren, WhatsAppon, e-mailen, hívnak telefonon, küldnek SMS-t, hogy milyen sok a támadás. És igazából, mintha semmi se történne, szép hétvége van, nem? Sütött a nap, mindenki hazament, jól érezte magát, és a döntések még nincsenek meghozva. Meg kell ezeket hozni, és ezeket nem szabad hagyni, hogy befolyásolják semmiféle egyéb plüsmacis kommunikáció. Ebben kérünk mindannyiunk részéről kitartást, és biztosítjuk a támogatásunkat, Táncos Barna minisztert, hogy tudja meghozni a döntéseket, de ezeket meg kell hozni. És nem csak egyet az intervencióval kapcsolatosan, hanem még több más területen,
mert összességében lehet a medvekérdést kezelni. És ezt mondtam el a bizottság alelnökének, hogy nincs rendben, tanulmányozzák. Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy az Európai Parlamenti Petíciós Bizottságnál is megy az ügy, és köszönöm Vince Lorent, Európa Parlamenti képviselőnek, hogy ez viszi RMDSZ-es Európa Parlamenti képviselő, illetve a szomszéd megyék elnökeivel együtt kezdeményeztük, Kovászna, Maros megye, illetve Társult, később Brassó, Szeben és Fehér is, hogy ha kell valamiért Romániával szemben kötelezettségszegési eljárást indítani, az például ez a kérdés. Igen, ezért nagyon kemény pénzeket kéne fizessenek azok, akik nem akarják, nem tudták, botlasztották a döntések meghozatalát. És ezt mondtam el a biztosnak, illetve alapjogi karta, most van ilyen is, tehát emberjogi Európai Bizottság, tehát van Európai Uniónak alapjogi kartája, hogy az alapvető jogokat tanulmány, tehát biztosítja, azt írja le, és kértem, mert benne van az alapjogi kartában, hogy évente javasolt, legalábbis a Régió Bizottsága, aminek a tagja vagyok, és kötelező konzultatív szerve a bizottságnak és a tanácsnak is, hogy éves szinten a bizottság értékelje az élővilág irányelv végrehajtását, mert igen, Románia megbukott a medvekértésben. És azt is elmondtam, hogy nézzük meg, hogy Magyarországot mivel támadják, a fene megegye, hülyeségekkel, semmiségekkel, és abból van cirkusz. Tehát abból, hogy hozott Orbán Viktor kormánya, csapata egy jó döntést a pedofil törvény tekintetében, ezt próbálják kiforgatni, és egész Európa erről volt hangos, legalábbis a héten, amikor én Brüsszelben voltam, ez volt a fő téma. Mondom, a fenem megegye, tehát mondom, nálunk embereket helikopterrel, mentővel szállítják tízessével, és akkor a magyarországi pedofil törvény van a fő sodor legtetején. És ez nincs rendben. Nincs rendben, hogy Európában az értékek ennyire kezdnek eltorzulni. Nincs rendben az, hogy egy normális törvény, amit Magyarország parlamentje meghozott, ennyire kikezdjék, ennyire megtámadják. És alébe kicsivel itt van Románia, ahol minden nap emberek tízei, százai szenvednek, és Brüsszelben mindenki azt mondja, hogy ha ez van, oldjátok meg. Igaz, hogy elmondták, tehát ugye ezt is a mi jelentésünk mentén mondták el, hogy Románia oldja meg, ők nem szólnak bele. Oké, akkor mi szólnak bele Magyarország dolgaiba? Tehát akkor lennek szívesek Romániában, amikor emberéletről van szó, támadásokról van szó, és egy sor dologról, ami kegyetlen. Emeljék fel a hangjukat. És ahogy a holland miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország meg kell térdepeljen, hát szégyelje magát. Hát térdepeljen le ő, az a sok áldozat előtt. Mert Hollandiában kíváncsi vagyok, hogy hány védett faj van. Hány védett olyan faj van, ami esetleg az ember életre veszélyes. Most nem a cápákról, vagy nem tudom, a tengeri életnek az élőlényeiről beszélgettek, tehát akkor olyanok ne oktassanak ki minket, akik nem tudtak az évtizedek, az évszázadok során megtartani, megőrizni értékeket. Mi meg tudtuk őrizni. Ja, és közben köszönöm szépen a kollégáimnak, mert elküldték hogy néz ki az igazolványom, idézőjelben. Hát ezt majd betesszük alul. Tehát így néz ki egy ilyen igazolvány, egy EU-s közlekedési igazolvány, amit én július 1-én töltöttem le, és mostantól kezdve ezt kell használjam a határnál, tehát így ez az, amit önök is kérhetnek. És a repülők tekintetében tudom elmondani, hogy a repülővel mentem, az előbb kérdezték Németországot, addig nem adják ki a Lufthansa-nál legalábbis a helyjegyet, tehát a boarding pass-t, ameddig az ember nem tudja bemutatni a három dolog egyikét. Egy, hogy be van oltva, kettő, hogy túlesett az elmúlt 180 napban a betegségen, a fertőzésen, három PCR-teszt. Tehát mi úgy mentünk a lányommal, hogy nekem volt az oltási papírom, neki pedig volt egy PCR-tesztje. Antigén-tesztet is elfogadnak, csak az antigén-teszt 48 órát érvényes,
nekem nem lett volna elég a 48 óra, és akkor ezért volt PCR-teszt. Tehát ez a németországi kérdésre a válaszom. Oké. Kísérettségi a hétnek a másik témaköre, és továbbra is sajnos azt látjuk, hogy igazunk van. Ugye a medve kérdésben is 2011-ben, amikor azt mondtuk, hogy menjünk be Bukarestbe tüntetni, akkor még sokan kollégák is úgymond elvitatták, megszittak, megróttak, elmondták, mekkora hülyeség. Na most jó néhányak azok közül teljesen másképp gondolkodnak, és én örvendek, hogy időközben megváltozott a véleményük. Pont így volt így van a román oktatás ügyében is. Néhány éve, amikor a diszkriminációs tanácshoz fordultunk, hogy a román érettségével a gyerekeinket felét úgymond letaszítják a továbbtanulás, illetve hát akár az érettség is munkahelyek lehetőségéről, akkor ugyancsak voltak többen, akik megszittak, sőt, mi több gyűlések voltak tartva, ahol hát úgymond fel voltam olvasva, mind negatív példa, hogy miért foglalkozunk ilyen dolgokkal. Hát látszik, hogy igazunk van, mert továbbra is hiába vannak csicsás tankönyvek. Másik vitánk ugye ezzel volt, hogy jó, hát elkészültek újfajta román nyelvet oktató tankönyvek, és akkor azzal minden nem oldódik meg. Tehát egy tankönyv, hogy milyen csicsás, mennyire szép, mennyire van tele szépen rajzolva, milyen minőség a papír, a fotók. Tehát a gyerekek persze is számít, tehát számít, de nem ez számít döntően, hanem az, hogy mi van benne a tankönyvben, és hogyan tanítják azt a tanárok, tanítók. És sajnos lejárt a kísérettségi, a nyolcadikos felmérő, és 5%-kal rontottunk a múlt évhez képest. Tehát Hargita megyében kb. 2200-2300 nyolcadikos valahol e körül, legalábbis érettségire ennyien mentek, akkor valószínűleg valamilyen több, tehát 3000 felé kell legyen a nyolcadikos gyerekeknek a száma, de ezt majd a héten megnézzük, és a héten ki fogjuk értékelni, mert továbbra is baj van a román nyelvnek az oktatásával, és hogyha a gyerekeink rontottak a múlt évhez képest 5%-kal, az nagyon rossz. És nem igaz, hogy a Hargita megyei gyerekek buták. Nem igaz az, hogy a Hargita megyei gyerekekkel gond van. Mert még most csak ez ilyen előzetes eredmények, de azt mondják a kollégáim, hogy matematikából és magyarból az országos átlaghoz képest sokkal jobban haladtak. Tehát egyetlen tantárgyal van baj. A románnal. És megint erre kérek meg mindenkit, aki ebbe a témába tud tenni, nincs amit tovább hallogatni, ez amit a medvekér is meg kell oldani, mert következik jövő héten az érettségi, vagy már elkezdődött az érettségi, és a héten zajlott. De sajnos, hogyha csomó fiatal számára bezárul az életnek az a lehetősége, hogy érettségivel menjen tovább, dolgozzon, kapjon munkahelyet, legalábbis állami szférában érettségi nélküli munkahelyek most már annyira minimális, tehát annyira minimális a szám, tehát takarítás, vagy nem tudom még mihez nem szükséges az érettségi, de egyáltalán kizáródnak a fiataljaink a munkájáról, és a román nyelv oktatása a probléma. Könyörgöm. És itt is éveken keresztül kellett és kell beszéljünk, mert mindenki az én gyerekem jól tanul, ugye szokták mondani nagyon sok politikus ismerősöm, kollégám, az ő gyereke van, jól tanul románból. Mi a bajom? Mit foglalkozok a románnal? Hát a fene meg egy itt van, ne, az eredmények. És ezt a héten fogjuk értékelni. Bízom benne, hogy lesz erre lehetőség, és tudjuk értékelni, mi volt, hogy volt, és miért rontottunk egy év alatt megint. No, iskolák ügyében egy jó hír, és itt az RMDSZ parlamenti csapatának, kormányzatisainak köszönet és dicséret. Nem kell úgy táncolni a brüsszeli muzsikát. Én vagyok az egyik példa arra, hogy én Brüsszelben számtalanszor felemeltem a hangomat, és hát úgymond az épületből nem dobtak ki. Persze vannak, akik nem lettek a barátaim. Például a medve kérdésben, hát nem azt mondom, hogy szinte verekedésig fajult 18-ban egy gyűlésünk, de a londoni kollégám a Guardian lappa jött, ahol címlap sztori voltam, és ott írták, hogy így folyik le a vér, a medvevér a szájamon, és ne foglalkozzon Brüsszel a medve kérdéssel. Na hát ő is most már a múlt, és a téma ott van az asztalon. Úgyhogy nem szabad, és nyugodtan írják meg a véleményeiket, amiket én itt mondtam, megkérem szépen, írjanak, jelezzik,
Az is, hogyha esetleg nem így látja. Van jobb, van másként. És köszöntöm Gyöngyike, József Gyöngyikét, Balogh Erikát. Tehát írjanak, jelezzenek, ez a kérésem. Ami jó hír, ezt mondtam, hogy az iskola vezető tanács dönt az igazgató személyéről. És ezt megszavazta döntőházként a szenátus, ez nagyon fontos. Tehát ez, hogy minden Bukarestből is valaki is, ahogy szeretné, hát ez nincs rendben. Úgyhogy ilyen szempontból, hát ha ezt tud segíteni, és tényleg közelebb visz a helyi autonómiához, amire annyira szükség van ebben az országban, hogy nem igaz, mert mindenféle hülyeség, ami történik ebben az országnak valamelyik sarkába, beindítják a fűnyírót, és akkor mindenhol mindent megváltoztatnak. És ezt megcsinálják hetente, havonta, és ez nincs rendben. Hargita megyem minden településhez zöldbesorolású, de mondom, ez már nem is, ezért, nem is ezzel kezdtem, mert most már hál' Istennek megszokott. És a magas kockázatú országok körében Vörösország van 23, köszöntöm Csibi Piroskát is. 23 van, köztük csak Nagy-Britannia van Európában. Tehát itt valaki kérdezte Svédországot, tehát ilyen szempontból vörös maradt Anglia. Keresztúri halastavak, oké. Okay. Rá fogok menni majd az utaknál, és írjon vissza a Deák Lajos, jó? És ezért tényleg, hogyha még van téma, akkor írjanak, hogy ne felejtsem el. Sárga, lett két sárga országunk, nem tudom ki, hogy tervezte, de Ciprus a nyarát. Ciprus és Portugália sárga ország lett, tehát megnőtt a fertőzéseknek a száma, és a többi az mind zöld. Tehát Európában Nagy-Britannia piros, vörös, Ciprus és Portugália sárga, a többi az zöld, tehát lehet menni. Most azt nem mondom el, mi hogy van, mert itt majd alul be fogjuk tenni a linkeket, hogy melyik ország, melyik miként is hogyan vannak. A lazítások tekintetében, ami július 1-től érvénybe lépett, tehát 2500 személy részvételre lehet szervezni kulturális szórakoztató eseményeket, és ha mindenki be van ott, akkor nincs felső határ, tehát ha van, vagy van mindenkinek ilyen igazolása, tehát nem csak oltás, hanem áteset vagy PCR teszt. A lakodalmak, kültéren, esküvők, magánrendezvények 150, bent 100 személlyel lehet szervezni, és tartsák meg, az a kérése, nem tudjuk össze, mi lesz, nem tudjuk, hogy hogy lesz a negyedik hullám. Tehát én arra kérek minden fiatal párt, mindenkit, akinek szándékában volt, hogy most, hogyha nem szombat estére kapnak valahol helyet, hanem csak szerda estére, tartsák meg. Tartsák meg a keresztelőket is. Nem csak a vasárnapi misén lehet megkeresztelni egy gyereket, hanem hétköznap is. Tehát fontosabb eseményeket, ami meghatározza egy családnak az életét, az az én kérésem, a nyár folyamán tartsák meg, ha még hétköznapra is kerül, mert a negyedik hullám tekintetében nem tudjuk, hogy mi lesz és hogy lesz. Tehát ugye a negyedik hullámot nagyjából októbertől arrafelére várják, tehát az én javaslatom minden eseményt, amit egyszer csak lehet, időszerű, csak azért, mert esetleg a nem tudom melyik hely szombati napon csak két év múlva lesz szabad, ne várjanak. Hisz egy esemény nem a helyszín. Az is számít. De ha miért gyűlünk össze, az a legfontosabb dolog. És hogyha egy esküvőért, egy keresztülőjét, akkor vagy más nagyon fontos családi programért, ugye mi is ma itt voltunk, hát mondjuk nem voltunk sokan, 15-ön, de nagyon fontos, tartsák meg. Hát ez az, ami megmarad, ez az, ami előre visz, és a családokat összehúzza, közösséget építi, mert közösséget építeni így telefonon keresztül, vagy laptopon keresztül nem lehet. Jó, játszóházak 70%, sportrendezvények az 50%, a éjjel 2-ig lehet nyitva tartani, a klubok, diszkók 70%-os kihasználtsággal, és tanfolyamok 150 bent, 200 kint, és nem kell viselni a maszkot, máskülönben én nagyon ritkán viselem, mert
azt gondolom, hogy tényleg ez a zene most már lejárt. Lehet szervezni vásárokat. Kérem még írjanak, és köszöntöm Salamásról is Melindát. Jó, a tegnap és a mai nap, illetve pénteken itt van megyénkben Solkész Miklós államtitkár és Kovács Gergely érsek úr. Nem tudom, még láttak-e érseket focizni, de a mai videót nézzék meg. És én tényleg nagyon köszönöm érsek úrnak, hogy ennyire nyitott és ennyire ott van az emberek között, a híveik között. Ma a Gyimes Középloki sportcsarnokot, amit magyar kormány 99,9%-os támogatásával sikerült megépíteni. A Gyimes Középloki megállói egyházon keresztül annak volt a felszentelése, és ugye itt volt Soltész Miklós államtitkár, pénteken találkoztunk kint Szeltesben, az ifjúsági központ épül, már ugye az első szintig meg van építve pirosba. Tegnap volt Gyergyószé Miklós egy óvodaátadás a Felszegben, a Munkás Szent József plebániánál, és ma itt jó tudni és jól látni azt, hogy tényleg a hit és az oktatás, illetve hát az egészséges életmód ügyében milyen együttműködések vannak, köszönet a kormánynak is. Én nagyon bízom benne, hogy ezt értékelik a magyarországi választók is, hisz forintban nem lehet kifejezni, mit jelent a magyar-magyar kapcsolat. Forintban nem tudom, meg lehetne fizetni, vagy valaki meg tudná fizetni Magyarországról, vagy valakinek meg tudnánk-e fizetni, hogy itt üljön itt és ügyeljen arra, hogy megmaradjanak a székely kapuink, megmaradjon Csíksomlyó, megmaradjon a csángóság, ügyeljünk a keleti határokra, őrizzük a nyelvet, a kultúrát. Vajon ezt meg lehet fizetni? Vagy ez... Tehát ugye szoktak jönni a baloldaliak, hogy hát ez milyen csúnya dolog. Hát az csúnya, hogy így gondolkodnak, mert nemzetbe kell gondolkodni. És köszönöm szépen, hogy itt voltak. Itt van az érsek úr, itt van a államtitkár úr. Lássuk, mint közben láttam, jött keresztút, lát, ugye van a halastó, érettségire írt Vas Eszter. Miért nem lehet járhatóbbá tenni? Jó, oké. Érettségi. Csak mozdul el a telefon. Hogy úgysem sikerül. Ne adjuk fel. És kell dolgoznunk rajta. Ugye itt volt az államtitkár úr, dolgoznak, munkacsoport van. Tehát a román nyelvügyét azt visszük előre. Mi akkor is mondom, hogyha egyesek azt gondolják, hogy csak a szülő hibás, hogy nem állítja oda a gyereket tanulni. Ez nem így van. Gyakorlatból tudom. Jó. Húha. Csak lássuk. Oké. Újabb orvoslakásokat építünk. És négy újabb orvoslakás építését hagytuk jóvá a héten. Én hiszem azt, hogy a minőségi egészségügyi ellátásra továbbra is szükség van, és azt gondolom, önök is ezzel egyetértenek. Újabb állásokról döntöttünk, tehát, hogy bővítjük az egészségügyi szolgáltatásokat, többek között ugye Szentegyházán is lesz gyógyszertár a kórházban, stb. Tehát olyan dolgokat, újabb orvosi állásokat hirdettünk meg, tehát olyan dolgok, ami nagyon fontos, hogy legyen helyben egy egészségügyi minőségi ellátás. Mondjuk azt csak egy kicsit olyan keserű szájízt ad, hogy én úgy érzem, hogy csak azért nem lehetünk kettes kategóriájú klinikai kórház, mert nehogy megsértsünk másokat. És ez egy rossz döntés. Tehát, hogyha csak azért nem lehet a Hargita megyei kórház klinikai rangba, mert akkor a többi vajon mély nincs, ahol akár magyar többség van, ez egy nagyon rossz gondolkodás. És kórháznapok most értek ma véget, hát higgyék el, hogy Kárpát-medence több tájáról híres professzorok, kórházi vezetők, mindenki elmondták, hogy a megyei kórháznak a fejlődése az egy olyan lendületet vett, amely az elkövetkező 15 évre, idézek egy politikust, aki a Szenátus Egészségügyi Bizottságának az elnöke, RMDSZ-es, és az elkövetkező 15 évre a trendet beállította. Tehát olyan szinten, olyan ütemesen, olyan erőteljesen haladunk előre a megyei kórház fejlesztésével,
hogy én most nem sorolok fel városokat, hogy ne sértsek meg senkit, de higgyék el, egyetemi városok Magyarországról, Erdélyből, és azt mondták, ami itt van, az példa nélküli. Úgyhogy én arra kérem azokat a politikus társakat, akik esetleg azért nem akarják, hogy félnek, hogy akkor mit mond ez a szomszéd, vagy az a szomszéd, vagy ez a város, vagy az a város, hogy hagyják, hogy menjünk előre. Ma az mindenkinek jó. Mert hogyha klinikai rangra lépik ez a kórház, akkor a jövedelme szempontjából lehet egy nagyobb jövedelem, és az ellátható komplexitású ügyek tekintetében is jöhet egy bővülés. Tehát ilyen szempontból hagyják fejlődni a kórházat. És köszönöm mindenkinek, aki segített. Itt ugye a három projektünk, ami kell menjen az Országos Beruházási Társaságon keresztül, az RMDS közreműködésével. Köszönet, le a kalappal előtte, de kell hagyni a klinikai rang megszerzését is, mert már odaért a kórházunk. És nagyon értékes előadások voltak, de én most nem részletezem, illetve hát a nyugdíjba vonult személyzetet a kórházból tudtuk elismerő oklevélben részesíteni. Több iskola is gyakornokságra egyetemek küldik a fiatalokat, szívesen fogadjuk, nem csak online, hanem. És nagyon sok fiatal van az épületben, valaki bejön, minden fiatal szívesen fogadunk. A másik dolog az, hogy az utak, és akkor itt az előbb kérték, dolgozunk a házi orvosokon is, Mónika. Most pont legutoljára a Balán bányán maradtak házi orvos nélkül, és próbáljuk keresni. Tehát azt csináljuk a családorvosok tekintetében, hogy próbáljuk segíteni a településeinket, hogy nagyon vonzó praxis tudjanak kialakítani, és azok a fiatal családorvosok, akik ide jönnének akár más megyékből is, azok számára, ugye úgy szoktam mondani, még az IKEA bútort is azt vásárolják meg a polgármesterek, amit kinéz magának ez a fiatal család, vagy fiatal orvos. Tehát Karszfalvától Kászonig, és mondom Balánbánya, Kozmás, de ugyanígy Udvarhely és Gyergyó térségben is ezen dolgozzunk, ezt kiemelten kezeljük, és bízom benne a családorvosok tekintetében, úgymond vonzó hely tud maradni Hargita megye. Hogyha nem fogadja oltás nélkül, szerintem nem. Esetleg lehet, hogy vannak önnek valamilyen tünetei, Sikló Déva, de hogyha ír nekem egy e-mailt, megkérdezem a egészségügyi biztosítót, hogy fogadhat, vagy nem. De én szerintem kell fogadjon mindenkit egy orvos. Erről szól a hipokráteszi eskü. Jó, az utaknál kezdtem el. A halastavaknál azt mondtam ezelőtt két hónappal, hogy lesz valamilyen szintű javítás. Egy dolog jött közbe, és ezt mindig bele kell számolni, hogy a közbeszerzéseink meg vannak óvva, pereskedünk, és ilyen szempontból el van tolódva a közbelépésnek a lehetősége. Tehát ilyen szempontból ez egy gond. Két hónapja, lassan harmadik hónapja, hogy civódunk. Van egy Hargita megyei cég, aki rossz dokumentációval pályázott. Ez pont olyan, mint hogy önök, amikor leadják egy igazolásét, vagy bármire a kéréseiket, és annak a mellékleteket, akkor rossz dolgokat tesznek le. A törvény nem engedi meg, hogyha valaki rosszul teszi le a dokumentációját, tehát hibásan számol, hogy azt lehessen újraértékelni. És a nyári karbantartásunk Udvarhely keresztúr térségben, amiből kéne a halastavak mellett az utat építeni, javítani, az még nincs, sajnos még nincs véglegesen megnyerve. Ami jó hír van, hogy Udvarhely térségben úgy néz ki, hogy a kátyúzás, aszfaltozás javításokra holnap telik le a határidő, tehát, és eddig nem volt óvás, itt is volt korábban fejlebezés, pereskedés, akkor kedden alá tudjuk írni a szerződést. És a másik jó hír a Csíki térségben, hogy aláírtuk a szerződéseket, a karbantartás, a kaszállás tekintetében a saját cégünkkel, és bízom benne, hogy napokon belül ez is el fog indulni. A másik úgymond jó hírem, hogy péntektől bevezettük a
most már nagyon alaposan megdokumentált újabb szakértői véleményekkel alátámasztott tiltást a 133-as úton Székely Dezs irányában, hogy ne lehessen ott a követ hordani Maros megye irányában, vagy a betont, mert a kis híd ezt nem teszi lehetővé. Úgyhogy ez is egy utas téma. Még az utas témáinkra majd a hét folyamán vissza fogok térni, most már egyre inkább látszanak az eredmények, és a sok pereskedésből kezdünk lassan kilépni. A Ócfalva, Kányád, Petek, illetve Jásfalva, Ége, Dája, Városfalva irányában a cég bízom benne július második felében neki fog a közbelépéseknek, vagyis a karbantartási munkáknak, de azon kívül neki kell fogjon a rendes munkáknak. A héten neki fogtak már a kollégáim, adják át a terepet, olasz cég kell végezze a munkát. De utakról majd menet közben még fogunk beszélgetni. Jó, és hát két jó hír a hétből még, amit így elmondanék. Az egyik a pénteken zárult az A-Covid, a Nemzetközi Párlat és Párlinka verseny. Én külön szeretném megköszönni, és alul majd beteszem a Jami Pálinkát, Hargita megyéből, a Fitóbaut, János András Erőd és Vas Csongort, illetve Andrus Leventének a munkásságát, mert Hargita megye pálinkásai, illetve a Garden projekt, ők is aranyérmet nyertek, tehát majd közé fogom tenni még kik. Tehát a Hargita megyei pálinkásokra büszkék lehetünk az egészen. Tehát Hargita megye pálinkák, Hargita megyei gyümölcspálinkák nemzetközi színvonalban is jó minőséget képviselik. És ezt a Magyar Nemzeti Pálinka Tanács vezetői állítják, nem én. És köszönjük a Nagy István agrárminiszternek, hogy itt volt közöttünk, és ő is emelte a díjazásnak a súlyát, színvonalát, mert Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesnek 2017. január 30-án küldtünk egy levelet, akkor fogadtunk el egy tanácshatázatot, hogy ne különböztessünk meg. Elég megkülönböztetés kapunk itt Romániában, azért, hogy magyarok vagyunk. Akkor ne különböztessenek meg a pálinka használat tekintetében, mert mi is ugyanolyan jó minőségi pálinkát főzünk, legalábbis nem mi, én nem főzök. Gyerekkoromban emlékszem, hogy a kaput be kellett zárni, és akkor ott a nagyapáméknál csendben főztünk. De jó pálinka főzőink vannak, köszöntöm Nagy Ernőt, Elzát, Mártát. És ilyen szempontból ez egy sikeres esemény volt. És a másik sikeres eseményünk a tennapi nap volt az Ezer Székely Leány, illetve tennap előtt volt a Székely Népviselet napja. Hát jó volt látni, hogy ott vagyunk sokan a nyerekben, és él a viseletében is a nemzet, tovább tudjuk adni a hagyományainkat. Van új ifjúsági államtitkár, Doba Izabellának, gratulálunk Kunyad megyéből, Romániában. Ja, és igen, megkaptam a védettségigazolványomat Magyarországra, azt már mutattam ott a kisfilmben, nagyon gyorsan ment, levelezés útján, csak azért csináltam meg, hogy lássam, hogy hogy működik, és tudjam nekik is elmondani. Nézzék meg a kis videót, azt is itt alul újra be fogjuk tenni, hogy igazából az is működik. És hát a nagy erőket dolgozunk a bicikli utak ügyén. Most egy olyan időszakot élünk, amikor nagyon sokan bicikliznek, egyre inkább. Itt Csíkszeredában voltam egyik kerékpáros üzletnél, és mondták, hogy ha akarok vásárolni egy biciklit, akkor kell várni akár több hónapot is. Nem drága bicikliről van szó, 2000 lejes bicikliről van szó, tehát persze van, akinek az drága, tehát most nem akar, de tudom jól, hogy vannak olyan biciklik, amelyek sok ezer euróért kelnek el, tehát nem az a kategória. Egy 2000 lejes bicikliről beszélgethetek, amit össze lehet csukni és beton tenni a kocsi csomagtartójába, és akár öltönyben is fel lehet rá ülni. Na, egy ilyen biciklit várok, ami csak őszre fog megérkezni, de a kerékpár útvonalain tekintetében gőzerővel dolgozunk, tehát azt tudom mondani a kerékpárosoknak, mindenki, aki akár kerékpáros bizniszben gondolkodik, fiatalok, startup, ötlet, lehetőség, higgyék el, egyre inkább a kerékpár kezd érni a reneszánszát, főleg most, hogy vannak ezek, amelyek rásegítenek elektromosan, és akkor igazából a kisebb emelkedő sem lehet teher.
Tehát a kerékpár útvonalak ügyében Hargita megye a legnagyobb hatalom lesz ebben az országban. Higgyék. Dolgozunk térségenként, és ez fog menni előre. És ávizek ügyében várjuk a kormánynak a támogatását. Nagyon meg szeretném köszönni, nagyon sokan jelentkeztek fiatalok, akik akarnak dolgozni a megyei tanácsnál. Hát ez bizalom a fiatalok részéről, és pont ma néztem, hogy a követők életkora hogy alakult, és örömmel láttam, hogy kezdett áttolódni a fiatalok felé a Facebook oldalam követői táborának jelentős része. Pont édesapámmal előbb beszéltünk, mielőtt bejöttem volna, hogy hát az 55 év fölötti férfiak tekintetében nagyon lecsökkentem a követés tekintetében, ellenben a 24-35 év közti fiataloknál nagyon magasra nőtt a követés, és ez azt jelenti, hogy a fiatal nemzedék tekintetében van egyféle bizalom, illetve gondolom, hogy hasznos információkat is kapnak, és ennek örvendek, úgyhogy jelentkezzenek a fiatalok, fiatalokkal foglalkoznunk kell, most fejezték be sokan a középiskolát, az egyetemet, ha most nem jövünk javaslatokkal azok számára, akik nem akarnak elmenni, akkor mit akarunk? Hogy akarunk jövőt tervezni, építeni? Úgyhogy ilyen szempontból kérek mindenkit, aki munkaadó, most hirdesse meg az állásait. Most vannak azok a fiatalok, akik kijöttek. Az én tapasztalatom az, hogy az első 3 hónap nehezebb, mint egy tapasztalt munkatársal. Tehát nehezebb egy fiatallal az első 3 hónap. De utána az első 3 hónap eltelik. Hát sokszorosan behozzák azt az erőfeszítést a fiatalok, úgyhogy ajánlom, és nézzék meg, melyik polgármesteri hivatal, melyik intézményben hirdetnek meg kezdőállásokat. Mi azt csináljuk a megyei tanácsnál, egy kolléga elmegy nyugdíjba, átalakítsuk többségében az állást kezdővé, és akkor várjuk a fiatalokat, és ezt eddig még nem bántuk meg. És millió eurós projekteket bonyolítanak le a fiataljaink, és büszkék vagyunk rájuk. Úgyhogy lehet élni a lehetőséggel. Ja, és még egy téma. Többen felhívtak a héten, hogy nem szégyellem magamot, hogy ez az Agent Green-t medvetém apropó, jöjjünk vissza, mert láttam itt Dacoszkál is írt. Ezt a szervezetet miért hívjuk meg ide, mi akarok beszélni, és csak ki fognak forgatni, vissza fognak élni, úgy fognak kommunikálni, hogy majd még hátrányosabb lesz a medve kérdés. Ugye ez az Agent Green az a szervezet, amelyik petíciót indított, hogy miniszterünket váltsák le, hogy a teljes intervenciós dolog a medve tekintetében az totál hülyeség, és hogy ő volt Amerikában, és volt velünk együtt Amerikában, és másképp oldották meg, és elmondtam neki, hazudik, nincs rendben, Hargita megyében nem volt, bevallotta ő is, jöjjön el, nézze meg, mi a helyzet, és a július 23-ára készülünk. Úgyhogy ebben a tekintetben úgymond meg voltam érintetve néhány helyről, hogy jaj, szabad idehozni? Szabad. És nyilvánosan fogjuk tenni, és a legtöbbet majd élőben fogjuk majd tartani a beszélgetéseinket, hogy ne lehessen elvitatni, de felhívtak vadászok, felhívtak civil szervezeti vezetők, felhívtak polgármesterek, hogy jaj, nem félek attól, hogy idehozzuk ezt az embert. Én öröki azt mondom, hogy be kell menni, ha kell a medve marlangjában is, hogyha olyan a probléma, és ide kell hozni ezt az embert, hogy többet hülyeséget ne beszéljen rólunk. Postán Magyarország, nekem postán jött, hogyha kérte, tehát hogyha nem ügyfélkapunál veszi át, Szikszai Szidóniának mondom, hanem visszamegy és beírja a címet, hogy hova. Nekem a román posta hozta ki a magyarországi védettségigazolást. Jó. Jövő héten klasszikus hét. Udvarhelyszéki nap, Csiki nap, Gyergyói nap. Kezdődik a Régzene Fesztivál. Székelyföldi rönkúzó bajnokság lesz. Lesz egy magasrangú Európai Uniós esemény, ahol felkértek legyek előadó hétfőn, holnap a középiskolai oktatás ügyében, mint jelentéstevő. És műemlékek ügyében lesz beszélgetésünk. A gyergyói fúvósok tartják hétvégétől fejezik be akkor ezt a táborzáró koncertjük. Unitárius konfirmandus tábor van, tehát nagyon tartalmas. Csütörtökön, szerdán lesz Karitásznak idős gondozói szolgálat ügyében sajtótájékoztatója, Fejcsiki kistérségnek, lidernek lesz sajtótájékoztatója. Tehát egy tartalmas hét lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak,
még írjanak. Tudják jól, hogy ezt a hét folyamán is követjük, és fogunk válaszolni minden felvetésre, minden bejegyzésre, és az a kérésem, osszák meg ezt a videót, illetve írjanak, hogy még jövő héten, jövő vasárnap este mivel egészítsük ki, miről beszélgessünk, milyen témák vannak, ami önöket érdekli, és meg szeretném köszönni a munkatársainknak is, az önkénteseinknek, akik a Messengernél segítenek, hogy mindenkinek időben tudjunk válaszolni. A honlapomat és a megyei tanács honlapját ajánlom mindenkinek, és hát egy szép estét, illetve egy tartalmas, eredményes hetet kívánok, akik dolgoznak, aki szabadságra megy, pedig pihenést és hasznos időtöltést szeretteik körében. Viszontlátásra!